mindenkit mesztelen revetköztetnek a kis kedvencemet. Hát azért is. Nem teljesen. Hát sajnos nem. Te legebézi a 67-es, tehát mi a fasz képzel magáról? Mondjuk nem lehet vele vitatkozni, mert... Na, sajnos nem. Hát ez... Te azt mondja neki, hogy pik pakisztánira megtanítunk bármilyen játékot neked, ne akudj. Szerintem jól összefoglalod, hogy lépjünk egyet tovább, mert a szorulást azt már kiveséztük. Ha majd kiváljuk, akkor eszek egy izét. De hogyha ez lesz benne, hogy rágok, bevezető intróba... Többször már nem. Hogy minek fordították le... Honeycomb Game. De azt hogy fordítod le? Magyar úgy fordította, hogy török méz. Lépes méz, de azt is jelenti, hogy átjuggat. Szóval ez zseniális az angol nyelv. Amúgy nem ártana elkezdeni, mert 10 perce beszéljünk a semmiről. A Mujin kikötőbe tartunk. Olvasható a táblán a felirat. A nyomozó követi az autókat. Egyáltalán nem feltűnően. Én ha én lennék a körarc helyébe, biztos nem szúrnám ki, mert profi az űrge. És hát az utolsó minibusz, amelyiket követi a nyomozó úr, az besorjázik a többi mögé, amelyik dokkolásra vár egy teherhajóra. Itt kiderül rögtön, hogy nem csak ketten jegyzeteltük a történetet, hanem a nyomozó is elkezdi az eseményeket jegyzetelni, úgyhogy hárman jegyzeteltük ezt az epizódot. Nem, hogy meghívnánk a sorozatba, mármint a podcastbe. Mert a már benne van. Szóval. Már csiszolgatom a koreai nyelvtudásomat. Mindjárt elérjük azt a pontot, ahol megtudjuk a neveit. Utána szerintem hallgathatatlan lesz a podcast, mert ennyiből állunk ki, hogy Sangu vagy Gion, meg na mindegy. Hát amúgy elég balfasz ez a... A nyomozó? Nem. Hát ki? Hát akinek beül az autójába, meg... Ez gyakorlatilag a ranglétre a legalján álló koreai sutyókból áll. Ezek a körfejűek, ezek vannak, ezek a csicskák. Ja. Úgyhogy egy igazi csicska módra intézi magát. De hitment megszégyenítő módon mászik be a kocsi alá, és kerül fel a teherhajóra a nyomozó. És hát meg is kapjuk az epizód címet. Az esernyős férfi. Ki lehet az esernyős férfi? Van valami fogalmad? Hát most már kétszer láttam, van, de... De aki új nézőnk, vagy most nézi először a szorozatot, az még nem ért rá, hogy... A négyzet alakú úriember fontoskodik, kiadja az utasítást, hogy kezdhetik ellenőrizni az ájút játékosokat a minibuszokban. Úgyhogy nyomozónknak rögtön fel kell magát találnia, és beül Guillaume mögé, és ájútnak tetteti magát. De itt megint van egy logikai buktató, hogy ez nem tudja, hogy hány ember ült be az autóba? Ezzel nem számol, igen. Ott megint rögtönöznie kell. Egyik bójától a másikig evickél. Évig lejutnak hozzá az ellenőrzés alatt, és hát azt hiszik, hogy legalábbis azt hiszi a kör alakú emberke, körfejű emberke, hogy bedöglött a műszere. Tehát itt vár rá egy bunyó, amiben alul marad. Nem az, hogy ordítana egyet, vagy valami, hogy help. Nem. Végig csendben van. Hát de nem véletlenül. Nem véletlenül van csendben. Tehát ki van nekik adva utasításként. Nem sokkal később majd kiderül, hogy nem szólalhatnak meg. Tehát ő csak végrehajtotta az utasítást. Ez egy minta ember. Milyen jó munkaerőt vesztenek már rögtön itt az elején. Hát jobbat, mint a többieket, majd látjuk, hogy azok között van egy-két szégyentelen. Megtörténik a fegyelmezett terepelhagyás, és a nyomozó felméri a helyzetet, és úgy látja legjobbnak, hogyha ő is dolgozóvá vedlik. Már megint egy hitman szindróma. És a halottat behajtja a vízbe a jelvényével együtt. Mármint a nyomozó jelvények. Igen, a saját jelvényét a halott kabátjába rejti, azt hadusszon. De aztán megjelenik a Obergruppenführer,
és ott számon kéri, hogy mi az Istent csinál még mindig ott. Hát ő megpróbál mentegetőzni azzal, hogy tengeri beteg, és akkor le is teremtik egyből, hogy mit képzel, hogy megszólal. Talán elfelejtette a szabályt. És mindig velük van egy fegyveres kíséret is, ezek pedig a háromszög alakúak. Ezek a katonák, mint kiderül. Szóval megvan a hierarchia itt is. Itt is megvan az a hármas szabály, ami többször visszaköszön a sorozatban. Mindenkit átöltöztetnek. És a 077-es, mivel ő ébren van, a szerelme. Itt már, igen, itt már megérkeztünk a szigetre, ugye? A 67-es az nagyon elemében van, ellop egy kést. Bűvészi erényeket csillogtak, én így írtam fel, hogy csempészi bele a zsebébe, onnan ki. Egy cseppet sem veszített az új mozdulatainak a fürgességéből. Magához tér az öreg is, vagyis hát az öreg először, az ő szemszögéből látjuk a dolgokat, és Gionnak a sziluettje csúszik be szem elé, és megörülnek egymásnak. Újra látják egymást. Hát mondjuk nem tudom, hogy Gionnak kiörülhet. De már ebben a részben majd megcsillogtatja a tudását. Hála jó Istennek, itt már nem csak negatív szereplő lesz, mint az első két részből, nekem totál ezért lett. Körülöttük már mindenki ébren van, de csak az öregre vártunk, és kiderül, hogy a táblára nézve, hogy hát 187-en. Szóval 201 emberből 187-en jöttek vissza, azért az elég nagy arány. 93%-os. Ja, el is hangzik. 93%-os. Megjön Sangwoo, megjön a pakisztáni úriember is. Nagyon derűs a hangulat ahhoz képest. Ja, hogy visszatértek a biztos halálba. Végül is a pokolból tértek vissza. A nem kevésbé. Tulajdonképpen, hogyha kettőt összevetjük, akkor a kinti világ mondjuk olyan mínusz 100 millió, vagy hát 100 millió fokos, és akkor itt úgy lejjebb vesszük pár fokkal. És már nem olyan katlan a dolog, de hát ez cseppet sem tűnik kevésbé pokolnak. Azt mondják, hogy sokkal jobb lenne nekik négyesben. Talán többre viszik. Hát meg is értem. De nem rossz ötlet. Elkezdődik egy klikkesedés. Más vezetők is megpróbálják maguk köré gyűjteni egy bizonyos csoportot. Megképződik az ellenpólus a Doxu vezetésével, nem olyan messze tőlük. Hajrá, Doxu! Team Doxu! Team Doxu! Megpróbálja 67-est befűzni. Csatlakozik de hozzájuk. Nem adja könnyen magát. És ezzel még tovább nő a szemembe, hogy ennyire nem elkötélnek, és elkezdenek beszólogatni egymásnak. Eléggé paprikás a hangulat. Már majdnem kitör a bunyó. Majdnem kést, előrántja azt a kést, és ekkor toppan be a 212-es, és megkezdi a cringe hadműveletét. Milyen hadműveletét? Cringe. Cringe? Igen, ez ilyen nagyon, nagyon béna, nagyon kellemetlenkedési hullámait itt indítja. Elkezd kurvákodni. Egyből a testét. Szó szerint. Étkezni szólítják őket. A 67-essel zárul jelenet, hogy föltekint a szellőzőre, sejtelmesen, hogy itt majd valami hasznát veheti talán. És átugrunk az irányító központba. A frontman nézegeti frontman őket a kamerán, aztán jön a négyzetarc, és közli vele, hogy hányan tértek vissza, és mire a frontman érdekes módon kiadja az utasítást, hogy figyeljék az odakint levőket továbbra is. Úgyhogy Big Brother in the house, és Big Brother outside at the same time. Való világ, meg Big Brother. Szerintem így van összeszedve. De nagyon derűsek ám. Folyamatosan. Az öreg sztorizik, hogy a nosztalgiáznak. A reggelire emlékezteti, amit otthon kapott. Aztán Gion is elkezd mesélni, aztán Sangwoo leteremtő. Mint ha csak egy nyári táborban lennének. Tűz körül. Ja, ja, csak, hogy a tűzhely hiányzik, ahogy említem. Tényleg olyan feelingje van. És akkor Sangwoo leteremti Giont, hogy inkább a kövi játékon törje a fejét. Nagyon helyesen. Végre kell egy kis komolyság is. Hát az öregnek mondjuk
olyan remek ötlete van, hogy valami gyerekjáték, amit már 1000 éve nem játszik senki. Szóval ilyennen kell gondolkozni. És amennyiben igaza van az öregnek, ugye a pakisztáni arcnak, hát nehéz dolga lesz. Ja. Erről csak a kecske játékokat ismerheti. Bármilyen játék, amihez kecske kell, az működik, de így. Kecskére káposztát. Vagy a káposzta, igen. És így, szóval hogy, ő nem ismer egy koreai játékot se. És hát megvan illetődve, de a Sangwoo segítségére siet, és megnyugtatja. Váltunk a körarcúakra, akik visszatérnek a körletükbe. Már a nyomozóval egyetembe. A 29-es szoba felé iramodik, de elővése nincs merre van. Nézeget jobbra-balra, de hát így... Hát de szerencséje van, hogy csak egy folyosón van az egész, szóval igen. Annyira nem lehet eltévedni, hogy... De 0-28-as azonnal észreveszi, hogy valami nem stimmel ezzel már. Nagyon méregeti, nagyon. Hát nyilván nem tudja kinyitni az ajtót az első két kanyarból, csak utána. Lehet, mert többször előadta ezt, hogy de nehezen nyílik, nem segítesz, komoly. És akkor hát így epésen odalép hozzá 28-as, kinyitja neki az ajtót, betessékeli, bemegy utána. Én ilyesmikre gondoltam, hogy biztos valami viszony van köztük, az ex-29-essel meg a 28-as között valami húzódik. És hát tényleg fog húzódni valami, de nem ilyen elvont, vagy nem ilyen testi. De az de testi dolog, de nem az az élvezeti faktor lesz benne, amit én azt hittem, hogy van. Tehát egy kis szobába, egy kis kabinba lép be, és meglátja ott is a három szabályt a falon. Itt gondolkodtam el először, hogy ezek kik lehetnek. Szóval kik azok a maszkosok, mert nagyon meg van szabva, hogy mit csinálhatnak, meg mit nem, és én úgy érzem, hogy ők is fogolyként vannak kezelve, vagyis hát... Ezek csak a kör alakú maszkosok, ugye? Ezek csak a kör alakúak? Uh-huh. Hát de gondolom, hogyha nem szól egy felső utasítás, hogy a négyzet alakú beszél, akkor az se beszél. Mármint a négyzet alakúra mondod, hogy az se beszélhet? Ja. Hát az a parancsnok, az van legfelül. Jó, ezeknek ki van adva a körarcoknak, hogy odakint mindig hordjanak maszkot, első szabály, második, hogy engedély nélkül ne merjenek megszólalni, és a harmadik pedig, hogy ne is hagyják el a szobát engedély nélkül. Hát ez... Lényegében ők egyel állnak a játékosok fölött, úgy néz ki. Hát vagy? Nem sokkal vannak felettük. Nem sokkal, igen. 212-es továbbra is idegesítő, folytatja a remek munkát. Nem semmi saj. Kísérnie kell kimenni, de szarnak rá. Tájékoztatják, hogy nem hagyhatja el a körletet a megadott időn túl. Erre fogja és letolja a nadrágját. Ez nagyon meggyőző érv, plusz az, hogy visítozik össze-vissza. Hát szerintem a visítozás az meggyőző. De érdekes, hogy amíg visítozott, addig nem nyitották ki neki, vagy nem voltak hajlandóak. Viszont amint letolta a nadrágját, takarítani már nem akartak utána ezek szerint. Komolyan vették a fenyegetést. A 67-es odalépés beelőzi. Előtte megy ki a teremből. 67-es út mellett. Várok rád, pisilve. Tehát 212-es megjegyzi emiatt, hogy így bepofátlankodott elé, hogy mennyire idegesítő egy alak ez a 67-es. De belátszik, hogy... Jogosan. Persze, hogy jogosan, de most ő mondja, pont ő. Na, falatnyi önkritikája nincs a csajnak. Nyomozó a kabinjában eszeget, jó kis vacsorát, és hát látjuk, hogy a kamerán meg vannak figyelve, úgyhogy ez további jele annak, hogy ők valahol nagyon a békasegge alatt vannak beosztva. De ki az, aki elvállal egy ilyen munkát? Én nem tudom, mennyit fizethetnek nekik, de valószínűleg ezek is eladósodott emberek? Vagy valami erre lettek kinevelve. Tehát, hogy a Camino-ról hozták őket. Tudod, minek mondtuk azokat? A Camino-i klónok, Star Wars-ból. Azok a Camino-i klónok, akiket se a későbbi birodalomnak, se a korábbi köztársaságnak nem lehetett eladni, mert félre sikerültek. Tudod, a eredeti Boba Fett emberke az nem koreai, de itt eltoltak valami géneket,
kis gigszer került a mixbe, és őket nem tudták elpasszolni, úgyhogy őket ide sikerült. Úgyhogy ez lehet csak mögötte. Úgyhogy most kiderült, hogy a Star Wars és ez a Squid Game az egy univerzumban játszódik. Ja. Hála jó Istennek. 212-eshez váltunk, aki a budin. Hát elkezd motatni a testüregében, és kiderül, hogy becsempészet. És milyen zseniális húzás volt, hogy becsempészet cigit magával. Folytatódik a cigi reklámozás, Józsi. Hogy bírod? Ez már a második menet. De hogy valaki bemegy egy olyan játékba, visszamegy, és ezt tudja legjobbat kitalálni, hogy bevigyen cigit magával. A rossz szokásokat nem lehet csak úgy levetkőzni. Nem, hogy egy kés vitt volna be, vagy valami. Amúgy igen, abban a kis kapszulában jobban elfért volna egy összezárt kés, aminek igen csak nagyobb hasznát vehette volna, de hát ennyire nem volt előrelátó. Úgy volt vele, hogy az ő teste, az ő fegyvere. Hát, az a test. Igen, 67-es, becsatlakozik hozzá, de nem cigizni. Mondja, hogy szívjon annyit, amennyit csak akar, de ő most felmászik a szellőző nyíláson. Egy egyességet kötnek, hogy... Igen, vállára hát, másszon fel a szellőzőbe, és addig ő húzza az időt, amíg 67-es bent kolbászol a szellőzőben, eljátsza a csaj, bosszantó idegesítő módon, szorulása van. Bosszantó idegesítő, de viszont elég vicces. Bosszantó, de vicces. Amúgy igen. Van benne valami Jude színfolt, ezt adom. De ez nyilván túltolta, szóval nem kellett volna ennyit parádézni. Vagy nem szóltak rá, és hagyták, hogy adja magát, vagy stuffolták, hogy még nyomjad kicsi. 67-es látja a konyhát a szellőzőből. Valamit főznek. Tehát nem tudja megállapítani messziről. És idő is van, mennie kell vissza, lassan. De hát a 212-es tartja a frontot. Üvöltözik. Hiába kiabálnak neki, hogy lassan idő van, nem érdekli. Lent kavargató éjszakai műszakos az meghallja, hogy odafönt matat valaki a szellőzőbe, vagy valami, úgyhogy abba hagyja a főzőcskézést, de az orrára kopintanak, hogy continue stirring, hogy folytassa a kavarást. A háromszögnek itt fogyott el a türelme, háromszög arcúnak, és beront a mosdóba, feltépi a mosdóajtót, de oda bent már ketten vannak, és hát kínos. Kínos a szitu már. Senki nem tűnt el, viszont a szorulása az igazolódott. Tényleg az volt neki. De 212-es itt annyira tolja, bennem már az volt, hogy én a legkínosabb halálnemet kívántam már neki itt. Így. Pedig még alig kezdte el. Lefekszik aludni a nyomozó a kabinjában, a paplan alatt ő is hosszasan jegyzeteli az idegesítő 212-es dolgait. Saját szemszögéből. Köhög a szomszéd szobában. De hát, hogy egy láncdohányos. És elalszik. Sang-Wu is aludni szeretne, de nem tud, mert ott sústorognak körülötte a csajok, akik visszatérnek a budiból, és hát azt hallja, hogy minthogyha egyikük látott volna valamit. De még itt nem derül ki, hogy mit látott. Reggel. Mert azt ígéri a 212-esnek, hogy majd elmondja neki reggel. És eljön reggel. És a nyomozónak van 10 perc elkészülnie. Számláló el is indul. Többiek a teremben a reggelihez készülődnek. Folytatódik a faggatózás. A 67-es a dough-nak, a tésztának az illatát érezte, cukorral elegyítve, amit nem tudnak mire vélni. A 212-es az kitér a hitéből, hogy ő ezért játszotta ott a hülyét, meg veszélyeztette ott az épségét, hogy ezt tudja meg. Hát ez semmi. Persze nem tudja, mire vélni. Pedig angolul még ennyit se tudtak meg, mert csak azt mondja, hogy cukor szagot éreztem. Szóval nem tudja, hogy mit kevergetnek. Mondta, hogy dough. Nem mondta, hogy dough. De mondta, hogy dough. Hát angolul mondta, hogy dough. Tészta, az a tészta. Nyers tészta, amit kelteni kell. Nyomozó kiér a 29-es szobája elé. Megint méregetik egymást 28-assal. Itt már biztos van valami a pakliba, mert ez köhögött ott neki, ez méregeti, ezek tudnak valamit ott egymásról.
De hát a nyomozó nem tudja, hogy mi lehet. Itt is játszhatja majd a hülyét, hogy nem tudja, mi van. Játékosok nekiállnak reggelizni. A pakisztánit azt kitömik étellel, itallal. És a Gio megjegyzi, hogy rá se ráncson arra, hogy a Szangú nem akar enni sokat, mert a zsenik, azok alig esznek valamit. Mondja ezt úgy, hogy a pakisztánit meg kitömték kajába. Lassan kezdődik a második játék. Kék Duna keringő jelzi következő játék, mint már megszoktuk. Előtte még egy rövid jelenet. A reggelibe csempészet üzenetet olvas az egyik játékos, 111-es. Aztán a koporsókat készítik elő a targoncán, személyzet fölvonul, nagyba zajlanak az előkészületek. Már megint az elvarázsolt kastélyban haladnak, a labirintusban, amikor a Szangvú odalép a lányhoz. Mit is láthatott ő este, mert hát ha kitalálja abból az infóból, amit elárul neki, mivel a lány, ő észak-koreai diszidens. És akkor ő ezért nem tud következtetni. De hát, hogyha mivel a Szangú koreai, dél-koreai, tradicionális játékokra hát ha tud következtetni belőle. Megérkeznek egy nagyméretű játszótérnek berendezett terembe, ahol négy forma közül kell választaniuk. Kör, háromszög, csillag és esernyő. Te melyiket választottad volna egy látatlanba, Józsi, hogy a fogalmad nincs, hogy mi a játék? Szerintem csillagot választottam volna, mert olyan csillagnak érzem magam. Uh-huh. Ez egy jó. De biztos, mindegy. Hogy nem választottam volna esernyőt, szóval. Szangúnak. Te mit választottál volna? Lehet, hogy az esernyőt. A fene gondolta volna, hogy ezt ki kell faragni majd. Szangvúnak a formák elindítanak a fejében egy flashbacket. De egyik flashbackből megyünk a másikba, ez valami zseniálisan van megoldva. Szerintem, amit eddig láttunk, a legerősebb része a sorozatnak. Hogy flashbackből megy flashbackbe. Uh-huh. Szerintem ez szenzációs. Kapunk egy képet, amiben 67-es mondja, hogy cukrot melegítettek, vagy cukortésztát, vagy nem tudom. Hogy... Így van a gyerekeknek, te gyerek bácsi. Nagyban csinálja a török mézet. És hát a 111-es sejtelmesen mosolyogva áll a választott formája mögé. Ő már szintén sejti, mert tudja, hogy mi van. Csóri Szangvu az a megtéveszthetetlen üzleti megérzésére hagyatkozva, ami még sose hagyta őt cserbe, azt javasolja, hogy ne tegyenek mindent egy lapra, külön-külön álljanak egy-egy forma elé, és ne pedig csapatban, ahogy előzetesen eltervezték. Ez a megérzése még soha nem hagyta cserbe. Minden tipje bejött eddig odakint is az életbe, üzlettel kapcsolatban. Hát láthatjuk, mert ide került, szóval. Lehet, hogy csak egy döntése nem jött be. Szóval, de az volt a legnagyobb. Ez az 6,5 milliárdba került neki. Szangvú a háromszöget választja. Ő ugye már tudja, hárman nem tudják a csapatukból, ő tudja, hogy mi van. Tehát ő úgy önkényesen kiválasztja a legkönnyebbnek látszót, a háromszöget. A pakié a kör. Az öregé a csillag. Gihun meg esernyőt választ, de még hamarabb választhat, mint az öreg. De az esernyőt választja ki. De látod, a Gion is olyan hülye, mint én. Valami nagyon-nagyon jó sztori fűzte őt az esernyőhöz, és ebbe ugrott neki. De Szangvúba megszólal a lelkiismeret. Ja. Morális válságba kerül. És azt mondja Gionnak, hogy várj, várj, aztán meg felülemelkedik rajta ez a... Minek szopassa meg magát, nem? Sorsára Egy versenyzővel kevesebb. Persze. 67-es is kileste őket, ahogy sustorognak, és hát az okossal tart. Ja, Szangvú nyilván. A 67-es nagyon okos, szerintem. A Szangvú után a legokosabb. Ravasz, nagyon ravasz. Ja. 111-es is a könnyű háromszöget választotta, és hát itt hangzik el, hogy török mézjáték, Sugar Honeycomb. Honeycomb. Mikor készhez kapják a formákat, akkor a Gion elkezdi temetni magát. Ennyit mond, I'm dead. 10 percig van kifaragni egy formát,
az egész törökmézből, a kör alakból, egy varrótűvel. Ha a forma megsérül, akkor sajnos kiesnek. Hát 369-esnek megsérül. Ő volt az első, aki elbukott ebben a próbában. Nagyon hatásvadászon, fenn a csúszda tetején véste, és onnan fejbe lőtte, és lecsúszott a csúszdán. Hát... Igen, a 369-essel veszi kezdetét a töltelék emberek leszalámizása, pusztán 2,5 perc után. Tehát háromszögek akcióba lendülnek, a skuló egyre csak fogy, pattognak a kakasok, 212-es feltalálja magát, idegesítőnek idegesítő, de nem hülye, öngyújtót használ. Úgyhogy ő viszonylag gyorsan tud haladni. És 4.51-nél jár az idő, amikor az első továbbító meg lesz. Így van, ez az a 111-es, aki kapta az infót a reggelibe csempészve, ő végez az elsőként, majd a kis Kang Sibyak is ügyes, és befejezi. Aztán a pakisztán is sikerrel jár. Egészen meghipnotizálódik a nyomozó. Nem tud napirendre térni a dolgok fölött, amiket lát, ugye ő most látja először ezt a nagy öldöklést, és hát nem teszi a dolgát, amit kéne, azért felelősségre vonják. Hát mondjuk amúgy se tudja, hogy mi lenne a dolga, szóval... Igen. Igen, felelősségre vonja. Neki kéne a hullákat cipelnie, de hát egy helyben áll, nem takarít. A 111-es végzett és kísérik kifele, és egyszer csak elkülönítik, és lelép egy oldalajtón az egyik őrrel. Ezt még nem tudjuk, hogy miért. Gion az nagyon szenved. Ilyen nyögdécselésben ilyen pornófilmeket megszégyenít. Bezzeg Sang-woo. 3 perccel a vége előtt már be is fejezte. Sang-woo az nyilván, ő a legfaszább csávó a sorozatban. Nem remeget meg a keze. Egy igazi sebészorvos. Még ebbe is zseniális, szóval. Gion az izzad, cseppeg róla az izzadság. És igen, ez a nagy szerencséje, hogy megizzadt. Rájön, hogy többre megy, hogyha elkezdi nyalogatni a török mézet, mint hogyha varrótűvel vagdossa, böködi. 212-es befejezi a öngyújtós taktikájával, és meg is eszi a kivágott csillagot. Nagyon jó étvágyval. Mert oda dobja neki a gyújtót. Bizony. Valószínűleg abban a reményben, hogy később csatlakozhat majd a bandájához. Úgyhogy nem pusztán felebaráti jó indulatból cselekszik, az a gyanúm. Egyon az eldobta a varrótűt, többet nincs rá szüksége, mert 2 kézzel a szája elé tartva nyalja azt az alakzatot. De a teteje egész szépre sikerült, olyan van még bőven minek lejönnie, és mások is egyszer csak így fölnéznek, hogy mi az Istent csinál. Azt mondja, ez nem hülyeség. Úgyhogy követik a példáját, és mind elkezdenek nyalni. De itt szerintem ebből az látszik, hogy a Gionnak nem csak a fogai, hanem a nyelve is csodákra képes. Ekkor még 1/2 percük van hátra, hogy nyalakodjanak. Sorba végeznek az ismerős arcok, Doksu, az öreg is. 10 másodperc marad viszont csak a nyalakodásra már. De Gion ismét megmenekül az utolsó pillanatban. Úgyhogy, nyilván, mivel ő a főszereplő. Előtte kirágta magát a bajból, most kinyalta magát a bajból. Ez egy igazi túlélő típus. 119-es. Először leszúr egy, szemen szúr egy őrt, majd egy másikat túlszúr egy. De tudod miért? Mert szemet szúrt neki, hogy pisztolyt szegeztek rá. És akkor a négyzet arcú emberke került csávába, mert őt ejtik túlszul, ez a 119-es úriember, és frontman úgy dönt, hogy akcióba lendül, eljön az ő ideje. 3 szög kommandó beindul, és mindenkit ledarálnak a terembe, aki hátra maradt, akinek lejárt az ideje és nem végzett. És a túlszejtő, ez a 119-es, ez leveteti a maszkját a fogjával.
és rádöbben, hogy ez egy gyerek. Bezony. Ami már magyarázza, amit beszélgettünk, hogy lehet, hogy ezek ki lettek nevelve, már lehet, hogy ilyen kordában voltak tartva évekig, elrabolták őket mondjuk Észak-Koreából, vagy nem tudom honnan. Ez jó, igen. De nem derül ki végül is. Én nekem nem volt ilyen fantasztikusan életszerű ötletem, én arra gondoltam, hogy végül azért lövi fejbe magát 119-es, mert ilyen ronda kölyköt még soha életében nem látott. Inkább végez magával. Hát meg nem volt más választása, mert amúgy is lelőtték volna, szóval jön frontman. És megint megrövidül kézből, a személyzeti állomány. Kézből lelövi a gyereket, és emlékeztet mindenkit, hogy megtudják, hogy ki vagy, akkor ez lesz a sorsa. Szóval itt még jobban nem értem, hogy miért akar valaki ennek a frontmannek dolgozni. Biztos jól fizet, vagy nem tudom. Jó fizet, jók a benefitek, meg ilyesmi. Jó a kaja, jó lehet a kaja. Hát nem tűnt túl bizalomgerjesztőnek, bár szeretem a, most nem tudom, hogy koreai, de az ázsiai kajákat, szóval azok bejönnek. Hát mondjuk, gondolom mindenkinek bejönnek az ázsiai kaják, mert... Tehát valami rizst kaptak eddig, legalábbis a játékosok, meg tejet. Ja, nem, azt reggelire kapták a tejet, meg valami kenyeret. Igen, olyan nagy gasztronómiai felsorakoztatás eddig nem történt ételfronton, de én mondjuk nem vagyok nagy híve az ázsiai konyhának. Egyedül a mézes csirkét szeretem nagyon. Azt hiszem, mézes mustáros csirke. Azt nagyon szeretem. Hát a hulláknak meghozzák a koporsókat közben, amik ugyanúgy feketék, és rózsaszín szalaggal vannak átkötve, mint az a kis doboz, amit a nyomozó talál a testvére szobájában, amiben a kártya volt. Ez nagyon... Ezt úgy felfedeztem, mert ez elsőre nem tűnt fel. Ezt én nem írtam fel. Tehát ezt én másodjára sem vettem észre, hogy van ilyen párhuzam. Ezért jó, hogy megint ketten nézik. Utolsó jelenet. Hát a nyomozó elveszi a maszkját. A négyzet volt a maszkja? Azt nem értem fel. Igen, ez már egy négyzet volt. Tehát egyel, sőt, nem is fasz, nem egyel, kettővel lép följebb. Hitment megszégyenítő módon vált inkognitót. Én amúgy soha életemben nem játszottam hitmenekkel, szóval én nem tudom, hogy miről beszélsz. Nekem abszolút kedvenc, imádtam a Hitman játékokat. Filmet nem, az azért nem adta vissza ugyanaz, de a játék az fantasztikus. Mi volt a benyomás ezzel a résszel kapcsolatban? Főleg a letaglózó második rész után. Hát, az valami szörnyű volt, de itt most felüdülést kapott mindenki. Kaptunk egy olyan játékot, amire senki nem számított. Szerintem egy néző se számított volna erre, hogy egy ilyen játékot kapunk. Én le voltam nyűgözve. Egy másik oldalról nyilván a maszkosok közé betekintést nyertünk a nyomozó által. Megmondom őszintén, az elej, tehát amikor először néztem, annyira nem dobta fel, de most más szempontok alapján néztem, és igazán feldobta a sorozatot. Hogy egy kicsit láttunk mást. 111-esnek lesz valami része itt a dolgokban, a háttérben, de még nem tudjuk, hogy mi. Alakulgatnak, hát alakulgatnak a csapatok, megvannak azért ismerős ember most sem halt meg, tehát főszereplő arc mind tovább jutott, csak töltelék emberek hullottak el. Olyan hatalmas dráma nem volt ebben a részben, izgalom annál több, hogy ugyan túlélik-e, de sikerrel vették az akadályt, kicsit megrövidült a személyzet, ami a piros ruhásokat illeti, és... Meg elkezdődött a klikkesedés, ami majd tovább folytatódik a következő részekben. Hát most már nagyon ember-embernek farkasa, úgy tűnik, hogy a legerősebb mindent akar vinni. Megkezdődik a Legyek Ura. Squid Game Edition. A Squid Game-et láttam, a Legyek Urát nem. Ezt le kell olvasni, ezt nem látni kell. Ó, hát ezt majd kivágjuk. De tuti, ez benne lesz a főcímbe. Elképzelhető. Megkeresésünkre a nyomozó úr azt a választ
továbbította számunkra, hogy nem kíván a podcastben részt venni, úgyhogy végül ezért maradtunk kettesben. A távolléte indokolt, hiszen hát továbbra is a szigeten tevékenykedik. Ezúttal elnézzük neki a távolmaradást.